Pietro Parolin vatikáni bíboros, a Szentszék államtitkára először a Pétervárad közelében található tekijai havasboldogasszony kegyhelyen becsernyén vett részt és találkozott a hívekkel, majd ezt követően a Karlócán levő békekápolnában tartott megemlékezésen is jelen volt. A béke királynője templomot a karlócai békekötés helyszínére építették, ugyanis 325 évvel ezelőtt itt írták alá a karlócai békeszerződést. Pietro Parolin bíboros beszéde elején a béke fontosságáról beszélt. Mi mindannyian, különböző vallási közösségek képviselői, valamint világi hatóságok azért gyűltünk össze ebben a béke kápolnában, hogy elmélyítsük a béke utáni vágyunkat, és határozottan kijelentsük, soha többi háborút, soha több háborút ebben az országban és a világon. A megemlékezésen Nemanja Sztárovics szerb munkaügyi miniszter ünnepi beszédében kiemelte, a karlócai béke megállapodás a háborúk óriási árára, de a béke határtalan árára is emlékeztet mindenkit. Emmanuel Geoffrey, az Európai Unió szerbiai nagykövete is azt hangsúlyozta, hogy ez volt az első alkalom a diplomáciában, hogy a tárgyaló felek kerekasztal beszélgetés formájában jutottak el a megállapodáshoz. Ma 325 évvel később az Európai Unió a kompromisszum és a párbeszéd szellemét képviseli. Bár Európa gyakran volt háborúk színhelye, az Európai Unió ma a béke szimbóluma. A béke a különbségek tiszteletén, a párbeszéden és a kölcsönös tisztelet elvén nyugszik, valamint annak tudatában gyökerezik, hogy együtt erősebbek vagyunk. Törökország külpolitikájának alapelvét mindig is a békeként határozták meg. Ezt a célt leginkább Mustafa Kemal Atatürk vezető szavai fejezik ki, béke otthon, béke a világban. És ma is ez a külpolitikánk alapelve, hangsúlyozta Hami Aksoy Törökország szerbiai nagykövete. Az ünnepség végén az egybegyűltek felolvastak egy közös béke üzenetet is, valamint elültettek egy a békét szimbolizáló olajfát is a kápolna udvarában.